Békesség a testvéreknek, hittel, szeretettel együtt az Atya Istentől, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a keresztelésre is készülve énekeljük a 163. dicséretünk első 3 versét. Kedves testvérek, szülők, keresztszülők, a mi Urunk Jézus Krisztus ezzel a küldetéssel indította el tanítványait. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és imé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Józsué könyve, 23. rész, 11. versét olvasom. Nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek isteneteket, az Urat. Egy nagyon fontos, ma is nagyon időszerű útmutatás hangzott el 3000 évvel ezelőtt, valahol ott a honfoglalás környékén, amikor Izrael fiai a pusztai vándorlás után az ígéret földjének kapujában vannak. Az életben vannak fontos fordulópontok, vannak olyan fontos pillanatok, mesdjék, határkövek, amikor jó megállni, átgondolni, és jó egy helyes útmutatással tovább menni. Miért? Azért, mert mindannyian tapasztaljuk, hogy ebben a világban minden veszélyben van. Veszélyben vannak értékeink, pénzünk, anyagiak. Mennyire nagy gondot okoz, hogy elhagyjuk az irataink. Akkor jövünk rá, hogy mekkora érték, amikor pótolni kell. Veszélyben van ebben a földi vándorlásban, földi életünk különböző tárgya, eszköze is. És ezekre próbálunk vigyázni. Próbálunk nagyon vigyázni, mert tudjuk, hogy szükségünk van rá. Józsué ott akkor egy fontos pillanatban összehívja a népet, és egy beszédet intéz hozzájuk. Ennek egyik mondata hangzott így: nagyon vigyázzatok magatokra. Nem a tárgyakat említette. Egy vándorló népnek nem is sok tárgya volt. Mi ahhoz képest rettenetes sok mindent begyűjtöttünk, és azt hisszük, hogy ez az életünk. Aztán féltjük is ezeket.
Egy pusztai vándorlásban járó népnek viszonylag kevés tárgya, eszköze volt. Józsué nem is ezekről beszél. Kellenek ezek. Hanem azt mondja, vigyázzatok magatokra. Ez az első, amit az ige a szívetekre helyez, szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek szívére, és mindannyiunk szívére, vigyázzunk magunkra. Persze, ez a bölcs tanás sokszor elhangzik, vigyázzunk testünkre, vigyázzunk egészségünkre. Amikor egy-egy családtagot útnak indítunk, akár csak az iskolába, vigyázz magadra, pillanatok alatt elhangzik, egyébként helyesen. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a rátok bízottakra, a családra, vigyázzatok a gyermekekre, szeretteitekre, és vigyázzatok saját magatokra. Ez egy nagyon-nagyon fontos útmutatás. Azonban ez az útmutatás több, mint amit általában mi emberek szoktunk mondani, amikor akár iskolába elengedjük a gyermeket, hogy vigyázz magadra. Vagy amikor utazásra elengedünk valakit, vigyázz magadra. Hiszen Józsué így fogalmazott, nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az Urat. A magunkra való vigyázás az nem annyi egyszerűen, mint amit általában ebben a világban gondolni szoktunk, mondani szoktak az emberek. Józsué szerint a magunkra való vigyázás az az Istennel való kapcsolattól függ igazán. Szeressétek Isteneteket, az Urat. Ha magunkra vigyázni akarunk, akkor nekünk teremtményeknek, a teremtőnkkel rendezett kapcsolatban kell lennünk. Mert másképp nem tudunk magunkra vigyázni. Nagyon egyedül maradunk mindebben. Józsué nem egyszerűen azt mondja, hogy azért higgyétek az Isten létét a földi vándorlásatok idején, vagy amikor majd most itt letelepedtek, hanem azt mondja, hogy szeressétek az Isteneteket. Ez a szeretet bizalmat jelent, ez a szeretet hitbeli közösséget jelent, ez a szeretet jelenti, hogy tartozok hozzá és népéhez. Szeressétek az Urat, a ti Isteneteket. Ez jelenti azt is, hogy figyelünk a szavára. Ha szeretünk valakit, akkor meg kellene próbálnunk figyelni rá. Szeressétek Isteneteket, az Urat. Vagyis, ha vigyázni akartok igazán magatokra, akkor az Isten akaratát keresve járjatok, éljetek. Most, amikor újra gyermeket kaptatok, akkor hadd hangozzék ez. Nagyon vigyázzatok magatokra. Nem csak azért, mert a gyermekeknek szüksége van szülőkre, nagyszülőkre, keresztszülőkre, a felnőttekre, hanem még ennél többre is szükség van. Vigyázzatok magatokra, erőtökre, hogy tudjatok egy gyermek körül szolgálni. Vigyázni lelketekre, hogy a ti életetek jó példa lehessen egy gyermek számára, a család számára is. És vigyázzatok magatokra, Isten szeretve, vagyis, hogy ne csupán földi értékeket próbáljunk továbbadni, azokra vigyázni, hanem olyan értékek töltsék be a mi szívünket, amely az örök életre viszel bennünket. Most, amikor a szövetség jelében, a keresztség sákramentumában részeltetjük egy gyermeket, akkor az Úr ezt helyezi szívetekre, szívünkre, vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az Urat. Így fogjátok igazán szeretni a gyermeket, hogyha Isten szeretve hozzá szeretitek egy gyermeket is. Amen. Jöjjetek és valljuk meg ezt a hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk megvallása után néktek szülőknek, keresztszülőknek két kérdést teszek föl. Felejetek hallható szóval és jó lelkismerettel. Akarjátok-e, hogy egy gyermeket az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a keresztség sákramentum által befogadjuk? Ígéritek-e, hogy egy gyermeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogy felnövekedvén Istenbe vetett hitéről ő maga tehessen vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Most ti érettetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, háladással köszönjük életünket minden csodájával együtt. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mindazt, amit nekünk ajándékoztál testben és lélekben, és mindazt, amit nekünk adtál tárgyakban, minket körülvevő anyagi világban, mindazt úgy adtad nekünk, hogy arra vigyáznunk kell. Hiszen a bűneset óta itt minden veszélyben van. Köszönjük, Urunk Istenünk, a gyermeket. Köszönjük mindazt, ami öröm, ami szolgálat benne és általa. És köszönjük, hogy a te kegyelmes szereteteddel őt is körül akarod venni. Köszönjük, hogy erre jel, erre bátorítás, a keresség. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted. Köszönjük, hogy a gyermeket is, a szülőket, keresztülőket, nagyszülőket is reád bízhatjuk. Urunk Istenünk, mi nagyon szeretnénk vigyázni magunkra és a reánk bízottakra. Segíts, támogass bennünket szent lelkeddel, hogy szeressünk téged. Hogy életünk így a te akaratod szerint jó példa, jó bizonyságtétel lehessen a reánk bízott, utánunk jövő nemzedéknek is. Áldásoddal vedd körül a családot, oltalmazó szereteteddel karold át őket, és a Krisztusban fölkínált bűnbocsátó kegyelmed legyen erőforrás nékik is, hogy járjanak téged szeretve a hit útján, és keressék, ragaszkodjanak a te néped közösségéhez. Amen. Balázs, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek. A minden áldásnak Atya és Istene áldja meg a gyermeket, nevelje fel szüleinek örömére, éljenek mindenek hasznára, ami Urunk Istenünk dicsőségére. Amen. Énekeljük a 289. dicséret, kiírt, illetve kivetített verseit.
Helyünkön ülve maradva hallgassuk meg Isten igéjét. Az Ószövetségből, a Mózes első könyvének 25. részéből a 19-től a 34. versig terjedő szakaszt olvasom. Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége. Ábrahám nemzete Izsákot. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Betuél leányát, az Arám lábán húgát, Paddan Aramból. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig ezt mondta neki, két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből, az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett születésének a napja, és íme ikrek voltak a méhében. Világra jött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaúnak nevezték el. Azután világra jött a testvére, kezével Ézsaú sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek megszülettek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákob ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan megjött a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edomnak. De Jákob azt felelte, add nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta, mindjárt ilyen halok, mit számít nekem az az első szülöttségi jog? Jákob azt felelte, akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsau megesküdött neki, eladta az első szülöttségi jogát Jákobnak. Jákob ekkor adott neki kenyeret és lencsefőzeléket. Ézsau evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az első szülöttségi jogot. Jöjjetek, fennállva válaszoljunk imádságban Urunknak. Mindenható Istenünk, téged magasztalunk, aki a világ ura vagy, aki megalkottad ezt a mindenséget, és te vagy az, aki kormányzod. Ahogy te voltál a királyok királya, évezredekkel ezelőtt úgy vagy te ma is az. Hiszen látjuk azt, hogy már réges-régen elhívtad az embert, megszólítottad, hogy hozzá tartozzon, téged kövessen, megszólítottál népeket, családokat, személyesen, egyen-egyenként valakiket. És mi is ezért jöttünk ma eléd, mert hallottuk a te szavadat. Te az életünkbe léptél, és elhívtál, és mi engedtünk a hívásodnak. Urunk, a tiaid vagyunk, és mi is vágyunk az áldásra. Nem szeretnénk azt semmibe venni. Mi is azt kérjük tőled, hogy bár gyöngék vagyunk, esendők vagyunk, bűnösök vagyunk, mégis Jézus Krisztus által kérhetjük a kegyelmet, és meg annyi áldást, amivel megajándékozod az életünket. Köszönjük ezek között az áldások között ezt a közösséget, a gyülekezetet, ahol mind testvérei lehetünk egymásnak. Kérünk téged munkálkodj közöttünk, és légy jelen a mai Isten tiszteleten is. Igéd által szólíts meg bennünket. Ámen. Olvastuk tovább a megkezdett történetet arról, hogy hogyan is szerzi meg valóban Jákob az atyai áldást, hogyan csapja be az édesapját, hogyan segíti erre őt az édesanya. Mózes első könyvének 27. részéből olvasom az igét, az első négy verset és a 14-től a 29. versig terjedő szakaszt. Amikor Izsák megöregedett és annyira meggyengült már a szeme, hogy nem is látott, behívta a nagyobbik fiát, Ézsaut, és így szólt hozzá.
Fiam, ő felelt neki, itt vagyok. Izsák ezt mondta, lásd, én megöregedtem, bármikor meghalhatok. Most hát fogd a fegyveredet, tegzedet és íjadat, menj ki a mezőre, és lőj nekem valami vadat. Azután készíts nekem finom falatokat, ahogyan én szeretem, és hozd be nekem, hogy egyem, és megágyalak, mielőtt meghalok. Elment Jákob, elhozta a gidákat, és bevitte anyjának, anyja pedig elkészítette a finom falatokat, ahogyan az apja szerette. Akkor fogta Rebeka a nagyobbik fiának, Ézsaúnak a legszebb ruháját, amely nála volt otthon, és felöltöztette Jákobot, a kisebbik fiát. A kecskegidák bőrével pedig beborította a kezét és a sima nyakát. Azután kezébe adta fiának, Jákobnak a finom falatokat és a kenyeret, amelyet készített. Akkor Jákob bement az apjához, és így szólt. Apám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Ki vagy te, fiam? Jákob ezt felelte apjának, én vagyok Ézsau, az elsőszülötted. Úgy cselekedtem, ahogyan mondtad nekem. Gyere, ülj hát fel, és egyél a vadpecsenyéből, azután áldj meg engem. Izsák azt kérdezte a fiától, hogy találtál vadat ilyen hamar, fiam? Ő erre így felelt, mert Istened az Úr elén vezette. Akkor Izsák ezt mondta Jákobnak, gyere közelebb, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy csak ugyan te vagy-e az én Ézsau fiam vagy sem. Jákob közelebb ment apjához, Izsákhoz, aki megtapogatta, és ezt gondolta, a hang Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze. Nem ismerte meg őt, mivel szőrös volt a keze, mint bátyjának, Ézsaúnak a keze, ezért áldotta meg őt. De megkérdezte, te vagy az, fiam Ézsau? Ő így felelt, én vagyok. Akkor ezt mondta, hozd ide, hadd egyem a fiam vadpecsenyéjéből, hogy utána megágyalak téged. Oda vitte neki, és ő megette. Bort is vitt neki, ő pedig megitta. Akkor ezt mondta neki az apja Izsák, gyere közelebb, és csókolj meg, fiam. Erre odament, és megcsókolta őt. Amikor Izsák megérezte ruhájának az illatát, megáldotta őt, és ezt mondta. Lám, fiam illata olyan, mint a mező illata, amelyet megáldott az Úr. Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot. Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted. Légy Úr a testvéreidnek, boruljanak le előtted anyádnak fiai. Átkozott lesz, aki átkoz, áldott, aki téged áld. Szeretett testvérek, minden érzékszerv megjelenik ebben a történetben, hiszen az érzékszerveink azok a dolgok, amikhez talán leginkább ragaszkodunk saját magunkon az életben. Ezek azok a dolgok, amin keresztül megtapasztalunk, érzékelünk mindent, kapcsolatba lépünk a világgal, tanulunk, növekedünk, és hálásak lehetünk azok, akik mindegyik érzékszervünkkel rendelkezünk és működnek is. Hálásak lehetnek azok, akik úgy születnek meg, hogy mindegyiknek a birtokában vannak, mert mindegyikkel megajándékozta őket az Úr. Vannak azonban, akiknek ez nem adatik meg. És a felolvasott történet szemlélteti, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe tud kerülni az, akinek az érzékszervei gyengülnek, vagy elveszíti azokat. Most ezen a mai vasárnapon gondoljunk az ilyen emberekre már csak azért is, mert jövő héten lesz a hallássérültek világnapja, azt követően a vakok, a későbbi időben pedig az idősek világnapja. Izsák egy idős ember, akinek már sok mindene sérült. Öregségére elveszítette a látását. Néha még azzal is megküzd a legtöbb ember, aki lát, hogy ha nem találja a szemüvegét, hogyan fogja elolvasni az olvasnivalót, vagy hogyan fog tájékozódni az úton. Nemhogy a vaksággal milyen nehéz megküzdeni. Ott fekszik vakon az apa, és nem látja azt, hogy melyik gyermeke jön be hozzá. Marad hát a többi érzékszerve, amire megpróbálhat támaszkodni.
Azonban a jól ismert történet leírásából kiderül az, hogy bár hallott, egészen jól mondhatjuk, de mégsem teljesen tökéletesen. Nem látta a fiát, a hangját hallotta annyira, hogy megértse, amit mond, de mégsem ismerte fel hangjáról a fiát olyan egyértelműen, hogy azonnal meg tudta volna mondani, hogy melyikük az. Akinek igazán tökéletes a hallása, az félszavakból is, az a hanglejtésből, a hanghordozásból, sőt, talán még a suttogásból is felismeri azt, akit igazán szeret, aki közel áll hozzá. Nyilvánvalóan fiatalabb korában Izsák is képes lett volna erre. Azonban bár sejtette, talán az egyikük hangja mélyebb volt, a másikuké magasabb, hiszen az egyikük egy olyan igazi déli típusú ember volt, ahogy olvassuk róla, a másikuk pedig kevésbé, és mégsem tud különbséget tenni igazán. Nem tudott megbízni a fülében, a hallásában. Ezért kell tovább puhatolóznia. Pedig nagy érték az, hogyha az ember jól hall. Tudjuk, hogy a hit is hallásból van. Milyen jó, hogy itt a templomban vannak hangfalak, és nem nekem kell kiáltozni. Vagy van egy olyan padsor, ahová azok ülhetnek be, akik már nehezebben hallanak. És fülhallgatón keresztül követhetik a prédikációt. Azonban akinek megromlik akár a látása, akár a hallása, az úgy érezheti, hogy beszűkült az élete. Izsák is így érezte. Ezért volt ilyen bizonytalan, ezért kérdezget annyit, a lehető legbiztosabbra akar menni. Fontos lett volna, hogy a hallása igazán jól működjön, mert talán ez volt az egyetlen biztos lehetőség, amin keresztül meggyőződhetett volna arról, hogy melyik fia áll előtte, és kivel beszél. A látása tehát egyáltalán nem működött, a hallása igen, de nem tökéletesen. Talán ez az a két érzék, amihez mi emberek a leginkább ragaszkodunk. És emellett a többi, a tapintás, az ízelés, a szaglás, hogyha lehetne választani, inkább ezeket adnánk fel. Csak a látásunk és a hallásunk maradjon meg. Pedig a történetből kiderül, hogy mennyire fontos volt, hogy ezekre az érzékeire is tudjon hatni Jákob. Hogy ezeket is becsapja. És ha ezek igazán jól működtek volna, akkor lelepleződhetett volna a csaló. Azonban a többi érzéke közül is volt, ami megfakult. Ott van az ízlelés. Izsák azt kérte, hogy hozza neki a fia vadpecsenyét. És Jákob nem vadat, hanem kecskegidát vitt neki. Én még nem, de aki evett már kecskét, az azt mondta nekem, hogy bár hasonlít valamelyest a vadhúsra, soványságában, de azért az állaga és az íze jellegzetes, és felismerhető. És vadhúst már ettem, és valóban azért az egészen más, mint bármilyen házi, háznál tartott állat. De főként az az ember, aki egész életében ilyenekkel táplálkozik, aki rendszeresen ilyen ételeket eszik, meg kellett volna, hogy tudja különböztetni, már egyetlen rágás után. Hogy mi is az az étel, amit eszik, bár persze Rebeka mindent megtett a fűszerezéssel, hogy olyan legyen az, ahogy a nő a legjobban szereti. De mégis bizonytalankodott. Tudta azt is, hogy ilyen hamar nem hozhatott neki vadat a fia. Vagy mégis rákérdez. És Jákob hazudik. És itt van előttünk talán a történetnek a mélypontja. Mert nem is magáról hazudik, hanem az Istent rángatja bele a hazugságába. És azzal, hogy így tesz, ez döntő érv lesz Izsák előtt.
Aki ezután is megpróbálkozik még a tapintással, a biztonság kedvéért, megtapintja fia kezét és nyakát, de azon a kecskegidák bőre van. És elgondolkozhatunk, hogy vajon Ézsau éppen olyan szőrös volt, mint egy kecskegida? Vagy talán már az idős ember remegő kezével csak úgy hozzáért fiához, és nyilvánvalóan nem érzékelte azt, hogy valószínűleg azért nem hollywoodi sminkesek tapasztották azt rá olyan tökéletesen és olyan biztosan, mint hogyha az a saját bőre és a saját keze lett volna. Könnyen be tudta csapni apját, a fiú. És maradt még egy érzéke, a szaglás. Na erre az egyre azt mondhatjuk, hogy igazán jól működött. Érzett mindent, és tisztán, és talán nem véletlen, hogy utoljára tartogatta ezt a döntő vizsgálatot. Azonban, mivel nem látott, hiába. Hiszen amikor megszagolta a ruhát, amit Jákob magára vett, felismerte, hogy ez a vadászat illata, a mező illata. Akkor ő valóban az én szeretett fiam, Ézsau. Csak éppen nem látta azt, hogy nem Ézsau öltötte magára azt a ruhát. Szeretett testvérek, nagyon ragaszkodunk ezekhez a földi érzékeinkhez, és annyira megbízunk bennük, hiszen szinte mindent ezeken keresztül érzékelünk, észlelünk, figyelünk, értékelünk, pedig látjuk azt, hogy valójában mennyire könnyen megtéveszthetőek vagyunk. És lenézzük, nagyon sajnáljuk azokat, akikről azt gondoljuk, hogy nem teljesek. Vajon mit ér egy ilyen ember, aki szinte már teljesen tehetetlen, aki nem tudja egyik gyermekét megkülönböztetni a másiktól, akit ilyen könnyű becsapni, akinek így beszűkültek a lehetőségei. És vajon ő maga mit érezhetett? Szegény, kétségbe esetten próbálkozik. Milyen bizonytalan, mennyi kérdése van. Ott volt a fejében, számított rá, hogy be fogják csapni. És ilyen erős kételyeket mégis át tud verni Jákob. Sokan vannak, akik valamilyen hiányossággal születnek. És tudjuk, látjuk azt, hogy hogyan keresik a helyüket az életben. Azt is látjuk, hogy talán kiskorban mennyi megpróbáltatást kell elszenvedniük, akár a társaik gúnyolását, hogy megalázzák őket. De ha valaki teljesen éppen éli le az életét, akkor is idős korára úgy érezheti, hogy haszontalanná válik. Pedig ez tévedés. Nem értéktelenebb semmilyen hiányossággal születő ember. Nem értéktelenebb egy idős ember. Egy kisunokának mindig szüksége van a nagyszüleire, dédszüleire. Ha már esetleg csak karosszékben ülő vagy ágyban fekvő nagypapáról, nagymamáról van szó. A történeteire, a hangjára, a simítására, vagy akár csak a jelenlétére. Egyáltalán arra az erőre, ami a mögötte álló végigharcolt életmű sugároz. Szüksége van az embereknek, az idős meggyengültekre is. Ahogy a társadalomnak azokra is, akiknek valamelyik érzékszerve sérült. Van éppen akár olyan munka, amit egy vakember jobban el tud végezni. Vagy éppen könnyebben veheti a nehézségeket bizonyos helyeken, akinek a szaglása nem úgy működik. Vagy szükségünk van a példájukra, ahogyan leküzdik az akadályokat kitartással. Minden ember egyformán értékes. Ugyanúgy az Isten alkotása.
ugyanúgy élő személyek, akiket a család ugyanúgy szeret. Az a valaki ugyanúgy testvér, ugyanúgy gyermek, ugyanúgy szülő. Bármilyenek is a külső körülményei. És ezen túl most következik a legnagyobb csoda, amiről a Szentírás beszél. Mert nem csak mindezekért értékes egy ilyen ember, hanem hiába mondhatnánk azt, hogy elképzeljük a történetet, talán könnyen el tudjuk képzelni, hogy ott fekszik valaki tehetetlenül, és magunkban azt mondjuk, hogy egy emberi roncs. És mégis ő az egyetlen, aki az áldást közvetíteni tudja. Senki más nem képes erre. Nem lehet máshogy megszerezni. Jákob egy életerős, talpra esett fiatalember, és bármire képes. Csak éppen arra nem, amire a tehetetlen, haldokló apja. Bármit meg tud tenni, rászedi a testvérét, becsapja az édesapját, de azt nem tudná elérni, hogy saját magának csak úgy megszerezze az áldást Istentől. Az egyedül csak az ágyhoz kötött apja tudja megadni neki. Az az ember, akit ő talán lenéz, akit lehet, hogy már a háta mögött kinevet. Komoly figyelmeztetés ez, mert sosem tudjuk, hogy hogyan, hol és kin keresztül kaphatunk áldást. Azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a nagyobbak, az erősebbek. Pedig lehet, hogy éppen az a valaki, akit nem olyan sokba, már sokkal több ajándék birtokában van, mint mi. És figyelmeztetés ez, hogy tiszteljük őseinket, akik ránk hagyományozhatják az áldást. És ez, amit ebben a történetben meglátunk, rávilágít arra, hogy a testinél mindig sokkal fontosabb a lelki. Mert lehetnek rosszak, lehetnek megfáradtak a testi érzékeink, de mennyivel fontosabbak a lelkiek. Ezt már a kis herceg rókája is tudta, hogy jól csak a szívével lát az ember. Tudhatta, mert a Szentírásból, Isten által így tudjuk, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Isten azt, ami a szívben van. És bizony a legfontosabb ezért, hogy a lelki fülünk, a lelki hallásunk, az tiszta legyen. Hogy meghalljuk mindig készen Isten akaratát. Hogy a lelki látásunk éles legyen. Hogy tisztán lássuk az igazságot, a helyes dolgokat. Hogy a lelki ízlésünk megfelelő legyen. Tudjunk különbséget tenni értékes és szemét között. És lelkileg tudjuk igazán megragadni azt, ami fontos. És ezek függetlenek a testi érzékektől. Ezek mindig tudnak bennünk működni. Lehet akár valaki vak, vagy süket, de az Istennel való kapcsolaton ez nem változtat. Persze ő megszólít külső érzékeken keresztül is, de akármilyen módon, sokféle módon, végül mindig a lelket és a szívet éri el. Ő az, aki erőt ad, szeretetet, békességet, kitartást a testi problémák közepette is. Ezért nagyon fontos, hogy helyén legyenek a belső érzékszerveink, hogy ő hozzá mindig tudjunk ragaszkodni, és ő vele kapcsolatban lehessünk, hogy érzékeljük őt, a mindenható Istent. Mert ha valaki belül is meggyengül, akkor sok fájdalmat okozhat magának is. Ahogyan tragikus és fájdalmas ez a történet, ha emberileg nézzük. Szegény apa
milyen bizalmatlan, milyen nagyon próbál küzdeni, és felismerje, nehogy tévedjen. Bizonyítékokért kutat, de nem sikerül, és aztán milyen keserős a rádöbbenés, amikor hazatér a valódi Ézsau, és keservesen sírnak. Azonban a nagy fájdalomból, a kétségbe esett próbálkozásokból kiderül, hogy Izsák azért legbelül nem látott igazán tisztán, és nem volt tökéletes a belső hallása sem. Hiszen ott van az ígéret, amire mondhatjuk, hogy talán csak Rebeka kapta meg, talán csak Rebeka hallotta, és talán eltitkolta az egyértelmű kijelentést, hogy a kisebbik fog felülkerekedni, hogy ővé lesz minden, hogy a nagyobbik szolgál majd neki. Talán nem tudta. Ott volt a születésben a jel, amit a Szentírás is feljegyez, amit láthattak, és értettek volna. És ott van az a vásárlás, amikor meg is szerzi azt, amit persze nem lehet pénzen megvásárolni, de kiábrázolódik a jövő, a sors, amit Isten elrendelt. És persze mondhatjuk, hogy egyiket sem tudta, egyiket sem látta, de azért leélni úgy éveket, hogy sorozatosan ilyen jelek jönnek, és ő mégsem kódolja azokat, vagy nem akarja. Dehogy nem tudta. Hát éppen ezért fél. Éppen ezért bizonytalankodik. És ő mégis ellenáll. Talán nem akarta hinni, hogy ez az Isten akarata, talán szembeszállt vele, de valami azért nála is hibázott. És ezért is válik ilyen tragikussá ez a történet. Mert kusza volt minden szál benne, és mindenki hibás volt. Senki sem tökéletes, ahogy a mi kapcsolatainkban, a mi családunkban sem. Nem csak a másik a hibás, és nem csak én vagyok a hibás. Jákob törtet, hazudik, csal, átver, és végül menekülnie kell, az életét féltenie. Rebeka a kivételező anya, a cselszövő, Ézsau a dühös, az agresszív, a bosszúálló, a figyelmetlen, akinek nem fontos az áldás, és végül szerencsétlen, felelőtlen, vesztes lesz. Senki sem tökéletes, mert semmi sem fekete vagy fehér. És a lekció, amit hallottunk, valamelyest felmenti előttünk Jákobot, akit csalónak nevezünk, és bár ebben a történetben valóban az, de az ígéret, a kijelentés mégiscsak arról szólt, hogy ez így lesz. Csak Izsák talán nem tudott róla, vagy nem akarta elfogadni igazán, de érzékelhette. Mégis akárhogyan is, ebben a történetben ő a legfontosabb személy. Ő az, aki nem tud megmozdulni igazán, aki nem lát, aki nem látja, hogy ki van mellette. És mégis Istennek úgy tetszett, hogy rajta keresztül adja az áldást. Kedves testvérek, minden ember értékes. És minden emberrel célja van Istennek. Akármilyen kiszolgáltatott helyzetben is legyen. És ez adjon nekünk erőt, amikor mi vagyunk ilyen nehéz órákban, percekben, vagy hónapokban, években. Hogy az Istennel való kapcsolatunk nem a külvilág, és nem az érzékeink függvénye. A tőle kapott áldás minden körülmények között a miénk, és a miénk is marad. Csak erősítsük hitünket. Ezért tisztítsuk lelki érzékeinket, hangolódjunk a mindenható Istenre, hogy megértsük az ő akaratát. Ámen. Feleljünk az ige üzenetére,
a 300. éneket énekelve, lelkem drága Jézus, a hozzád hajt a félelem. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, téged magasztalunk azért, hogy szeretetedből nekünk életet adtál, megajándékoztál bennünket ezzel a létformával, amiben vagyunk. Érzékszervekkel, melyekkel felfedezhetjük a ránk bízott világot, és kapcsolatban lehetünk egymással. Hálát adunk, akiknek megadatott a teljesség, és nagyobb testi hiányosságok nélkül élhetjük le életünket. Kérünk, segíts, hogy tudjunk másoknak segíteni ezekkel az ajándékokkal. De te légy azokkal, akiknek valamilyen hiánya van, akik sérültek. És légy az idősekkel, akik megfáradtak. Te munkáld, hogy a Földön egy közösségben lehessen minden ember egymással testvérként, tudván, hogy egyformán értékesek vagyunk. Szeretnénk egymást egyenlőképpen tisztelni. Istenünk, mi is ilyen nagyon vágyunk az áldásra, és kérünk, árazd ránk is kegyelmedet és ajándékaidat. Hálát adunk, hogy vannak emberek, akik veled ilyen módon is összekötnek bennünket. Segíts a családokban, te légy ott, aki őszinteséget, szeretetet, békességet adsz nekik. És így adj nekünk ebben a gyülekezetben is. Add lehessünk testvérei egymásnak, akik megbízhatunk a másikban. Kérünk, áld meg népedet, akik rólad szeretnénk bizonyságot tenni, hogy sokak téged imádjanak, dicsőítsenek, szolgáljanak, örömmel, boldogan. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, a háládatos életre tanít a Zsoltárok 107. fejezete. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért,
az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el újjonva tetteit. A múlt vasárnap gyülekezeti szolgálatainkat perseinkben 194.590 forinttal segítettük, a gyermekek 3.020 forinttal, és egyházfenntartó járulékként 55.000 forinttal. Az úréti közösség formálódását pedig 32.020 forinttal. Itt említem meg egyik oldalról, hogy aki az úréti gyülekezettel kapcsolatosan szeretne visszajelezni, az a kis kék csíkról van szó, a kijáratoknál ott van a doboz, abban elhelyezhető. Másrésztről pedig az új közösség formálódásához mi évi 2 millió forint segítséget ígértünk meg, és erre a célra lehet a külön persejekre, ez van fölírva, lehet ott elhelyezni, lehet befizetni személyesen is, lehet csekken is, akkor a nagyerdei csekre írjuk oda, hogy Úrréti, és akkor tudjuk, hogy az arra a célra történik. Ma a istentiszteletünkön, itt a 8:30-es istentiszteletünkön a keresztség sákramentumában Kéri Balázs részesült. És ma délelőtt 10:30-kor a következő istentiszteletünk az érdeklődők istentisztelete lesz majd. Az ifjúsági konfirmációra kérjük, hogy iratkozzanak, bejelentkezzenek a már legalább hetedikes fiatalok. A kezdés, az első foglalkozás az október 6-án pénteken lesz. A ránk következő héten kedden 9:30-kor nyugdíjas szeretetkör, szerdán 10-kor kismamák találkoznak, csütörtökön 5 órakor a biblióra, pénteken 8-kor az imóra lesz, és pénteken 5 órai gyülekezéssel, úgy 6 órától az ifisek közös évnyitója lesz. Már korábban mutattam ezt a színű kis lapot, amely a Nagyváradi Kis Stúdió Színház előadásáról szól, amit lesz a templomunkban. A reformáció 500. évfordulójával kapcsolatosan a kijáratoknál van ilyen szórólap. A szivárvány tábori száma a kijáratoknál megvásárolható, a könyvtár nyitva van. A gondok és presbiter választáshoz ajánlásra lassan fogy az idő, mert szeptember végéig van erre lehetőség. Emlékeztetek az ige üzenetére, hogy vigyázzunk belső érzéseinkre, érzékelésünkre is, hogy alkalmasabbak legyünk jobban megérteni az Úr szavát. És most a 462. dicséret verseit énekeljük.